Nagy szeretettel köszöntöm kedves közönségünket. A Kodály Zoltán születésének 124. évfordulóját nevezett hangversenyünkön, a Magyar Kórusok napján. Mai estünk védnöke Kodály Zoltán és Pécsi Zsolta. A mai ünnepi alkalommal egy kettős évforduló nyitánya, ami a mai hangversenyünk. Ez a hangverseny a Magyar Kórusok napja, amely egyben Kodály Zoltán születésnapja. Ebben az évben elkényeztetett minket a szerencse, mert csodálatos évfordulót ünnepelhetünk, Bartók Pillát ünnepeltünk, Liszt Ferencet és Ádám Jenőt. Következő esztendőben pedig, mint tudjuk, Kodály Zoltánnak születési évfordulója, 125. születési évfordulója lesz, és halálának 40. évfordulója. Ez azt jelenti, hogy el fogunk gondolkodni jövőre jó néhány olyan alapkérdésen, amelyet mesterünk, a nagy magyar zeneszerző már több helyen leírt, elképzelt, megálmodott, és számot fogunk vetni a jövő esztendőben, hogy hol tartunk ebben a nagy elképzelésben, megvalósult ebből valami, vagy még vannak tenni valami. Attól tartok, a számvetés nem lesz nagyon sikeres és pozitív. Tudjuk, hogy nem valósult meg a nagy álom, a zene még nem mindenki. Sőt, talán egy kicsit, mintha messzebb mennénk ettől az álom megvalósulás útján. Mi rajtunk múlik minden? Mi rajtunk múlik, hogy tudunk-e változtatni, tudunk-e örülni, tudunk-e közös energiát és sok jó szándékot egyébként azért, hogy az álom megvalósuljon, de főként, hogy a mi saját nemzeti kincsünket, örökségünket meg tudjuk őrizni, és meg tudjuk adni azoknak a fiataloknak, mint például mögöttünk állnak, a következő generációknak. Helyben 150 népdal gyűjtöttek össze, és a legszebb tarjáni német népdalokból hangzóanyagot is megjelentettek. Godó Zoltán és Téli Franciska a tarjáni kórus vezetése mellett 30 éve foglalkozó zenetanítással, s tanítványai is számos zenekart alkotottak. Thank you.
Thank you.
tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt tarjániak, kedves barátaim! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy átléptük az új év, a 2007-es esztendő küszöbét. Most, hogy túl vagyunk, szilveszter éjszakáján, a hinduszon, a tűzijátékon, talán már szebbnek is tűnik a 2006-os év, mint ahogy valójában is volt. Ne feledjük, hogy a tavalyi esztendő szorosan kapcsolódik az idei céljainkhoz, terveinkhez. Én, mint bizonyára tudják, az év nagy részében, mint képviselő, az utolsó 3 hónapban, mint polgármester, és a Fülöp István vezette régi vezetésnek, a törvénytisztelő taljani polgároknak és a sok munkának köszönhetően a 2006-os évet pénzügyileg, a mérleget pozitívan zártuk. Nagy dolog ez. Köszönjük ezt a 2006-os évnek. Tisztelt tarjániak! Szeretnék egy új évet köszönteni. Egy olyan új évet, ahol mindenki boldogan, gond nélkül élhet. Egészségben és tiszteletben. Egy olyan új évet, ahol közintézményeink, óvodánk, iskolánk és minden, ami az élethez tartozik, jól működjön. Egy olyan új évet, ahol vállalkozóink is megtalálják számításukat. Egy olyan új évet, ahol gyermekeink, felnőtteink és nyugdíjasaink tanulni, dolgozni és pihenni tudnak. Talán oly nagy kívánság ez. Sajnos a mai világban igen. Az emberek szívét elfordították a normális dolgoktól. Az, aki a pénz és a gazdagság után hajsza világában keresi helyét, az sokat veszít emberségéből. Kérem önöket itt Tarjánban, hogy fogjunk össze, segítsünk másokon, és rajtunk is segíteni fognak. Nem pénzzel, nem anyagiakkal, hanem jó szóval, barátsággal, tisztelettel. Ez lenne a 2007-es év üzenete. Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, türelmet és kitartást, jó kedvet és örömet. És akkor bizakodhatunk abban, hogy az idei új évtán olyan lesz, mint amilyet elbúcsúztattunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. We'll be right back.
egy villamoson. A főnyeremény egy ajándékkosár, ami olyan 18 000 forint értékben van, érték alatt van, és az a... megnézhetem? Megnézem. Malac az ott van az olba. Minden asztalnál. Azt mondják, hogy van egy pár szerencse szám. Ugye mind a hetes. Igen. Sima 13-as. Sima 13. Bolondnak áll a szerencse. Nekem nagyon kéne sokat felejtenem, mert gondolom úgy. Ezt hogy találtad? Lacikás. 13. Köszönöm. Ez a tombolának. Négy mátat van nyerni. És akkor a Sörkert nevében kívánunk minden tarjáni lakosnak egészséget, sok szerencsét és boldogulást.
Thank you.
Azért, hogy Zimétnál bemozgatott kis kacsot még jobban össze tudjátok csapni, és ha jól magasra fölemeljtek, akkor látni fogom, hogy kitartunk, és annak biztosan jut majd egy ajándék vizé CD. Úgyhogy gyerünk! 1, 2, 3! Így. Szabad vagy! Eltelt sok hosszú év, bennem újra ég a vágy. Nem kell a nyugodt élet, a szívem kalandra vár. Vár rám az ismeret. Úgyhogy próbáljuk meg majd táncolni is, és akkor biztos nem százol. Hovásodol a szívedben. És most kellenek a kezek nagyon, és nem kell várnod rám ezután. A szívem olyan útra téved, arra várnod hiába már, hogy új barát találjon, ha kéred. Nem kell várnod rám ezután. A szívem szabadon újra ébred, érted sírnod hiába már. Emlékeim adom, ha kéred. Bizony, ez már itt a ti, szóval a fogyó erősen összecsapját a többet. És aztán megnézem én az, amikor kiabálunk egy hatalmasat, ezt hamarosan leteszteljük. Bizony. Ahogy sötétedik, úgy jön a bátor hangulat, kicsit már nagyobban. Úgyhogy mindjárt háromra kérek egy sikítást, aztán azt egészen folytatottuk. Egészen reggelig. 1, 2, 3, hatalom azt a sikítást! Igen. Állatlan éjszakát a csillagos ég vezet. A hajnal majd rám köszön, amikor nálad ébredek. És juttam! Vár rám az ismeretlen vég, majd hovásodol a szívben nem. Jön a refrén, jól magasra kis kapcsolatát, gyere! Nem kell várnod rám ezután, a szívem újabb útra téved. Arra várnod hiába már, hogy új barát találjon, ha kéred. Nem kell várnod rám ezután, a szívem szabadon újra ébred. Értem sírnod hiába már, emlékeim adom, ha kéred. Megint értök gyerekek, hadd látom a kis kapcsolatba, gyerünk, még! És aki úgy érzi itt a sátorban, hogy már kezdi jól érezni, hogy is magát, mint az az új ember ott, akkor egy kicsit segítsen nekünk a tasszal, mert az erőt ide hozzánk. Ó, igen, csókozunk. Kedves háziasszonyoknak is. És mindjárt átmutatjuk egy olyan dalocskába, amit szerintem mindenki is, nem? Már itt is van. Hey, 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 hey
estét kívánunk! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves tarjáni barátainkat, és boldogok vagyunk, hogy itt énekelhetünk önöknek. Most haragszol rám, még sírsz is talán. Nézd, leismerem, sőt elismerem a vétkem. Karnevállal búcsúzunk önöktől. Rendben?
Thank you.
Thank you.